Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagybőjt első vasárnapja van, múlt héten hamvazó szerdával elkezdődött a húsvétra való felkészülés ideje. 40 napon át próbáljuk a lelkünket készíteni a legnagyobb ünnepünkre, húsvétra, Krisztus halálára és feltámadására. Ebben az időszakban igyekszünk elcsöndesedni, lehetőleg megtisztítani lelkünket a bűnöktől, igyekszünk többet imádkozni, szentírást olvasni, és másokkal jót tenni. A mai szentmisénket a kaposfüredi Szentőrangyalok templomból mutatjuk be. Hogy ma megtegyem a karakorát. Életemre harad, minden percben fényedet, jöjj te légy vezérem. Benned bízom, Istenem, add, hogy érted éljek. Tisztán szentként hű legyek, és amit parancsol, azt mind megtegyem. Hívanas Istenem, téged állnak szüntelen, meghívtál jó atyám, megváltoztattál. Elsőmben szólt szavad, hűséges vagy, jó Uram, add, hogy ma megtegyem a karakodat. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Isten hozott mindnyájatokat nagybőjt első vasárnapján. Ezt a szent misét elhunyt Pozsega Jánosért ajánlom fel, imádkozzunk a lelküdvéért szeretettel. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk,
Add kegyelmedet, hogy a nagybőti szent időszak évenként visszatérő gyakorlatai által egyre jobban megismerjük Krisztus életének titkait, és méltó keresztény életünkkel igazodjunk hozzá, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes első könyvéből. Miután a föld termékenyé vált, az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlényé. Az Úristen kertet telepített Édenben, keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas, azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját. A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amelyet az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak. Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról? Az asszony így válaszolt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcseiből ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta, ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghalljatok. Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz. Semmi esete nem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az Isten, aki ismeri a jót és a rosszat. Az asszony látta, hogy a fa gyümölcse élvezhető, tekintette szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát a gyümölcsből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. Erre felnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa leveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak. Ez az Isten igéje. Istenünk, mert nagy a védkünk. Könyörülj, Urunk, Istenünk, mert nagy a védkünk. Könyörülj rajtam, Istenem, mivel irgalmas és jóságos van, töröld el gonoszságomat, mérhetetlen irgalmaddal. Most le bűnömet teljesen, és védkemtől tisztíts meg engem. Könyörülj, Urunk, Istenünk, előttem lebeg bűnöm, egyedül csak ellened vétettem, ami színer előtt gonosz olyat tehettem. Könyörülj, Urunk, Istenünk, mert nagy a védkünk. Tiszta szívet teremts benne, Istenem, az erős lelket éleszt fel újra bennem. Ne taszíts el színed elő, és szent lelkedet ne vond meg tőlem. Könyörülj, Urunk, Istenem, üdvösséged örömét add meg újra, a készséges lelkületet erősítsd meg bennem. Nyisd meg ajkamat, Ura!
hadd, hogy hozzád térjek, veled hajhak, veled éljek. Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled hajhak, veled éljek. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Jézus, add, hogy hozzád térjek, Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Oda lépett hozzá a kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus ezt felelte, írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Isten szájából származik. Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt, ha Isten fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van, angyalainak megparancsolta, a tenyerükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat. Jézus ezt válaszolta, de az is írva van, ne kísérsd uradat, Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán, megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt, ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ekkor Jézus azt mondta neki, takarodj, sátán, mert írva van, uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Erre otthagyta őt a sátán, és íme angyalok jöttek, és szolgáltak neki. Ezek az evangélium igéi. Hadd, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled Várjuk, hogy mindenki visszaír a helyére. Az első kérdésem az, hogy mi az, ami más most az oltáron, mint ami szokott lenni? Igen? Gergő? Így van, nem virág van, hanem egy tüskés koszorú, ugye tövis koszorúnak is szoktuk hívni. Hol láttunk már ilyen tövis koszorút? Hol lehetett ez? Igen? Jézus fején. Bizony tövis koronával koronázták meg, mikor keresztre feszítették. Így van aztán, a múlt héthez képest valami még változott itt a liturgiában a színeket illetően. Na, milyen más szín van most, Gergő? A lila. És jövő, múlt héten milyen szín volt? Múlt héten lila volt már? Ha nem, milyen szín volt? Milyen színű volt a múlt héten? Nem fehér, hanem? Olyan, mint a babakocsi. Zöld bizony, így van, mert a múlt héten még évközi idő volt, és ilyenkor zöldben szoktunk misézni, de akkor miért van most rajtam lila, és miért nincsen virág az oltáron? Böjt van, így van, úgy hívják, hogy nagy böjt, ugye? Miért hívják nagy böjtnek, ezt tudja valaki? Hát mi a kicsi? Igen? Hű, te nagyon szigorú vallásban vagy, Gergő, mert
hogy 40 napig, nem, ha igaz az a hamvazó szerdán tényleg így vagy, csak háromszor étkezünk és nem eszünk húst, meg nagy pénteken, de azért közben szabad azért enni. Nagy bőjt péntekjein nem eszünk húst. Ugye ez is egy lemondás, de lehet-e más lemondást tenni? Hogyha valaki azt mondja, hogy hát én amúgy sem eszem sok húst. Van-e esetleg valami másról, amiről lemondhatunk? Igen? A tévé. A tévé, nagyon jó. Például kikapcsoljuk a tévét. Aztán? A csoki. Ugye? A csoki, az nagyon fontos. Aztán? Igen? Számítógép. Jaj, de jó. Másról le lehet még mondani? Ötlet? Igen? Telefon, ugye? Nem kell folyton kézben tartani. Aztán miről mondhatunk még le? Igen? A tanulásról. Hát a tanulásról nem kéne lemondani, de ja, a tanulásról arról nem mondunk le. Bár tudom, nagy áldozat lemondani a tanulásról, de igen? Miről? Strandról? Hát az is jó, de én még nem szoktam menni ilyen hidegben, de ha mondod, aztán más ötlet, miről mondhatunk még le? Nagybőjben. Nekem van egy nagyon jó ötletem. A bűnről. Mit szóltok hozzá? Az a legjobb. Ha azt elhagyjuk teljesen. Nem megy. De próbálkozunk azért. És éppen ezért fontos is, hogy ha a szent időt megéljük, ezt a nagybőjtöt, ami ugye 40 nap, és igazából kicsit hosszabb, mert vasárnaponként nem böjtölünk, ezért fontos, hogy valamit megváltozzon az életünkben. Valamit változtassunk. Aztán biztos ti is készültetek már nagy-nagy eseményekre, amikor valami hosszabb dolog megelőzte. Tudtok erre példát mondani? Valami nagy eseményre készülünk, és előtte hosszú-hosszú készület van. Tudtok-e erre példát adni? Bármit, amire. Igen, Gergő? Országos döntő. Arra sokat kell edzeni, ugye? Aztán más ötlet? Boti? Cukor. Azt hogy gondolod? Ja, arról le kell mondani. Ugye, arra mondod még. Aztán cukorról is bizony. A felnőttek már tudják. Aztán, hogyha van mondjuk egy nagy esemény, mondjuk elmúlt a farsangi időszak, és arra is, aki volt jelmezbában, akkor előtte mit csináltunk, mielőtt elmentünk a jelmezbába? Ötlet? Gergő? Csináltuk a jelmezt, az hosszú idő, ugye? És fáradtságos munka volt, de megérte, mert sikerült szép jelmezt találni. Hát a nagybőjt is egy ilyesmi időszak, hogy egy nagy ünnepünkre készülünk. Mi az a nagy ünnep, amire készülünk most? Igen? Húsvét, ugye? Hát a magyar nyelv elég érdekes. Ugye nagybőjtben nem eszünk húst, jön a húsvét. Szinte azt sugallja mi ünnep nevünk, hogy végre lehet újra húst enni. De hát tényleg erről szól? Igazából ugye a pászka, ugye a héber ünnep az átvonulásnak volt az ünnepe, amikor Izraelt kimenekíti Egyiptomból Isten hatalmas karral, és nagy erővel és csodák sorozatával. Hát ugyanígy történik a mi kimenekítésünk a bűnből. Igazából ilyenkor nagybőjtben ugye szoktunk bűnbánatot tartani, erre van a Szent Jónás, megtisztítjuk a lelkünket, ahogy mondtam, lemondunk a bűnről, odaadjuk Jézusnak ajándékba, és aztán próbálunk küzdeni azokon a területeken, amik nekünk nehéz, amin kísértést szenvedünk. Egy újabb nehéz kérdés, Jézus követette el bűnt? Igen? Nem követette el bűnt, így van. Volt-e kísértése? Esett-e kísértésbe? Igen? Igen? Nem követette el bűnt, de kísértése volt-e? Esett-e kísértésbe? Igen? Így van, most az ördög megkísértette, három kísértése is volt, ugye? Emlékeztek, mi volt ez a három? Most olvastuk az evangéliumból. Igen? Így van, imádja, és akkor megkapja az egész világot. Igen. Mi volt a másik kettő? Vagy a templomnak Nem, a templom párkányára rakták föl, a magasra, mint ahogy felmennénk a toronyba, és azt mondja, hogy nyugodtan ugorj le, nem lesz semmi bajod. Meg van írva, hogy az angyalok majd tartanak. Ugye? Ez volt a második, és a harmadik, illetve az első, az melyik volt? Így van, a kövekből kenyeret. Hát meg lenne oldva a gazdasági világválság. Tehát kőből tudnánk kenyeret csinálni, akkor meg lenne minden oldva. De Jézus mindig visszautasítja a kísértést. Hát nyilván, hogyha
40 napi böjtölés után biztos, hogy éhes volt. És azt mondja, hogy hát nem is olyan rossz ötlet kövekből kenyeret enni. Van olyan éhség, amikor azt mondod, hogy még a szöget is meg tudnád emészteni, olyan éhes vagy. Hát Jézus is biztos, hogy 40 napi böjtölés és imádság után megéhezett, ezt írja is a Szentírás. Hát éppen ezért minden jobb kísértés, hogy tessék, hát tudsz te kövekből kenyeret csinálni. De az igazi kísértés mi volt emögött? Azzal kezdi kétszer is a sátán, hogy ha Isten fia vagy, akkor mondd ezeknek a köveknek. Ha Isten fia vagy, ugorj le! Azaz, arra provokálja Jézust, hogy bizonyítsa be, hogy ő az Isten fia. És Jézus ott van, hogy hát ki ez a sátán, hogy én neki igazoljam azt, hogy én Isten fia vagyok. Inkább majd a tettem, majd a halálom és a feltámadásom azt fogja igazolni, hogy én valóban Isten vagyok. Ez a mi hitünk alapköve, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, aki meghalt, de feltámadt. Erre készülünk húsvétkor. De biztos vagyok abban is, hogy minket is érnek kísértések, hogy milyen kísértések érnek, most nem vesszük végig. Mindenki ismeri a maga gyengéit, hogy melyik az a terület, ahol könnyebben elbukik. Esetleg most ugye a böjti idő az lemondásra jár, a gyerekek mondták, hogy csokiról le lehet mondani, felnőtteknek le lehet mondani cigarettáról, alkoholról, sok minden másról, ami nem feltétlenül segít minket előre a lelki életben. Vannak családok, ahol már reggel az az első mozdulatuk, hogy bekapcsolják a tévét, és éjfélig megy háttér zajként, meg háttér vibrálásként. Egész egyszerűen ziláltá teszi az egész napot, de valaki már nem bírja a csendet, mert fél, hogy önmagával találkozik benne. Fél önmagával szembenézni. Hát itt van az alkalmas szent idő, hogy nézzünk szembe önmagunkkal, hogyha esetleg már csak néhány napunk van hátra itt a földi életből, vajon mindenre büszkék lennénk, amit véghez vittünk, vagy menekülünk a zajba? Az első mozdulatunk az, hogy bekapcsolunk valamilyen zenét, egy rádiót, vagy a tévét, vagy inkább azt mondjuk, hogy most csendes idő jön. Próbáljuk meg azt, hogy elcsendesedek, kicsit számot vetek az életemmel, hogy vajon eddig minden jó volt? Nincsen esetleg valami, amit meg kell bánnom? Vagy valami másképp kellene csinálnom? Erre van a jó idő. Úgyhogy ez egy jó kis feladat, hogy amiből túl sok volt az életemben, és nem jó dolog, abból próbáljunk kicsit visszavenni. És ez tényleg az elcsendesedés ideje. Ezért van az, hogy a liturgiában is most nem éneklünk dicsőséget, nem éneklünk alleluját, direkt leszegényedik a liturgia is, éppen azért, hogy nagyobb legyen a kontraszt majd a húsvéti alleluiával meg a dicsőséggel együtt, hogy de jó, hogy van miért örvendeznünk most, a bűnbánat idejét éljük, amikor magunkba szállunk és megnézzük, hogy mi az, amit másként kell csinálnunk, mi az, amiért bocsánatot kell kérni. És az első, amit tényleg le kell tennünk, azok a bűneink. Egyikünk sincs bűn nélkül, se te, se én, senki, aki most a tévé előtt ül, neki is vannak bűnei. De nem is azért vagyunk Isten hívők, mert bűntelenek vagyunk, hanem mert tudjuk, hogy hol van a bűnbocsánat. Tudjuk, hogy kitől kell kérni, és tudjuk azt, hogy Isten végtelenül irgalmas. Az 50. Zsoltárt énekelt, hogy könyörülj rajtam, Istenem, mert nagy a vétkem. És Isten ott van, hogy a te oldaladon állok, nem ellened vagyok. Azt akarom, hogy boldog legyél, és tudom, hogy a boldogtalanságodnak az oka éppen a bűn. Hát itt az alkalmas szent idő arra, hogy jó cselekedetekben, imádságban, böjtben előre haladjunk a lelki élet útján, és biztos vagyok abban is, hogyha a lelkünket ezekkel a testi edzésekkel megedzünk, akkor sokkal több mindenre képesek leszünk, sokkal több mindent el tudunk majd viselni. Nagyobb szeretettel tudunk lenni a többiek iránt, nagyobb türelmet tudunk irántuk tanúsítani, és hát használjuk fel ezt a kis időt egy pici elcsendesedésre. Már véget ért a báli szezon, véget ért a farsangi időszak, most már tényleg arra van idő, hogy kicsit csendesen elcsendesedjünk, olvassuk többet a Szentírást, többet imádkozzunk. Ha eddig 3 percet imádkoztunk egy nap, duplázzuk meg 6 percre. Ha valaki fél órát imádkozott, imádkozzon még többet. Azokért is, akik esetleg még nem tudnak imádkozni. Hát én kívánom, hogy ha így megedzük a lelkünket, akkor a kísértéseknek is jobban ellen tudunk majd állni, és ezáltal megerősödve fogunk eljutni húsvét szent ünnepére. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt halottak közül, fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, ott jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, és kérjük kegyelmét, hogy bűnbánó szívvel és önmegtagadó lélekkel ünnepeljük a Szent 40 napot. Tarts távol, Urunk, egyházattól az anyagiasság és a hatalomvágy szellemét. Kérünk téged, hallgass meg minket! Szabadítsd meg, Urunk, népedet a gonosz lélek kísértéseitől. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy hívő népet csak téged imádjon, és egyedül neked szolgáljon. Kérünk téged, hallgass minket! Add, Urunk, hogy imádsággal és önmegtagadással készüljünk fel a kísértések legyőzésére. Kérünk téged, hallgass meg! Add, Urunk, hogy a kísértés idején mindig téged válasszunk. Én téged, hallgass meg minket. Irgalmas Istenünk, te mindenkit meghallgatsz, aki segítségedet kéri. Állj mellettünk a kísértés idején, és vezérelj mindnyájunkat igaz bűnbánatra, Krisztus, a mi Urunk által. Ezen a héten Dóci Eszter, Dóci András és Kontra Fruzsinának voltak a legszebbek a rajzai, most kaphatok újat, hogy hozzátok a régit. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tégy méltóvá minket az áldozati adományok felajánlására, amelyekkel az áldott nagybőjti időszak kezdetét ünnepeljük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkedet. Emeljük föl szívünket. Felemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő, amikor 40 napon át a földi tápláléktól megtartóztatta magát, megszentelte böjtjével az önfegyelmezésnek ezt a módját.
A sátán minden cselvetését legyőzve megtanított arra, hogy a romlás kovászának helyen álljunk, így méltó lélekkel ünnepeljük a húsvét szent titkát, és az örök húsvétra is eljussunk. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Béla püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt János testvérünkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő által a hű vele és ő benne. Amen.
tiéd, mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézd, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a békejelével. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Istenünk, te mennyei kenyérrel tápláltál minket, ettől növekszik hitünk, életreményünk, erősödik szeretetünk. Kérünk, taníts meg, hogy Krisztusra, az élő kenyérre éhezzünk, és élni tudjunk minden igéből, amely ajkadról származik. Krisztus, a mi Urunk által. Hirdetéseink, jövő heti miserendünk. Hétfőn este hálából, kedreggelre még nincsen miseszándék. Szerdán este elhunyt Ádámért és elhunyt Bernát Gyuláért. Csütörtökön este elhunyt családtagokért, pénteken este elhunyt Dédiért. Vasárnap délelőtt elhunyt Koletár Sándorért és családtagokért, este pedig elhunyt Horváth Jánosért lesz szentmise. A mai szentmiség után hamvazás lesz azok számára, akik hamvazó szerdán ezt nem tették még meg. Ma, a hónap második vasárnapján szeretett szolgálatunk ismét várja tartós élelmiszer, illetve pénzadományaitokat a misék előtt. Ezúton is köszönöm a Caritas munkatársainak a szolgálatát, nektek pedig az eddigi adományokat a megsegítettek nevében. Szerdán az esti mise után 3:45-től várjuk a felnőtt férfiakat a plébánián, a férfikör találkozójára, szokás szerint Bibliával, imával, zsíros kenyérrel és egy kis borral. Csütörtökön, március 13-án, délután 5 órakor a püspöki székház nagytermében a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere tart előadást. Előadásának címe az ember, mint erőforrás, a lelkész és a miniszter gondolatai. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A katekumenátus a szentségek felvételére felkészítő felnőtt hittan következő alkalma csütörtökön 6:30 lesz a plébánián. A mise elején már szó volt róla, elkezdődött a nagyböjt, és ezzel véget ért a farsangi időszak. Lehetőség szerint kerüljük a zajos mulatságokat, és igyekezzünk elcsöndesedéssel készíteni lelkünket legnagyobb ünnepünkre, húsvétra. Nagyböjt péntekjein tartózkodunk a hústól, este 17:30 pedig keresztutat járunk. Ezen a héten a Rózsafüzér Társulat tagjainak vezetésével végezzük a keresztutat. Pénteken, az esti mise után pedig ünnepélyes többszolmú vesperást, esti dicséretet imádkozunk, erre is mindenkit várunk szeretettel. Ugye, kijött a tavasz, ugye szombaton lesz a templomkert tavaszi nagy takarítása. Fűsöprűt adunk, talicskára, gerebére, lapátra lesz szükség. Ha sokan leszünk, hamar végzünk, ezért kérem, hogy és előre is köszönöm a segítségeteket. Az elmúlt években szerintem voltunk elegen, bízunk benne, hogy most is sokan leszünk, de hát szombaton reggel 9 órakor nagyon szép időt ígérnek, hogy így húsvétre a templomkertet is készítsük fel. Gyónási lehetőség a héten, csütörtökön és pénteken 17:30 és 6 óra között, valamint a vasárnapi misék előtt lesz. Új ember újságra lehet előfizetni, ez negyed évente 2600 forint, de nagyon értékes lelki irodalom, talán ezzel is segíthetjük a lelkünket kicsit több táplálékhoz jutni. Marikánál az irodában vagy a sekrestjében lehet erre feliratkozni. Személyi jövedelemadónk 2%-áról az idei évben is rendelkezhetünk. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyházak között a beérkező rendelkező nyilatkozatok darabszáma alapján osztják el az állami támogatást, ezért kérjük, hogy azok is rendelkezzenek, akiknek az elmúlt évben nem keletkezett befizetett személyi jövedelemadójuk. Köszönjük a fűtésre hozott adományokat, eddig 158 nap fűtése jött össze, már csak 27-é hiányzik. Azt mondtuk a mise elején még, hogy egy nagyobb eseményre hosszabban is szoktunk készülni, és azt is láttuk, hogy itt egy tövis korona van az oltáron, de a gyerekeinek szeretnék osztani ebből a kis rajzból, amin összesen 5 darab virág van, és mindegyik virágnak van 7 szirma. 5 vasárnap van még húsvétig, és az lenne a nagy feladat, hogy készítsük a lelkünket, hogy ahányszor ugye egy-egy hétre szól egy-egy virág, van rajta 7 szirma, 7 napnak megfelelően, és még a közepét is be lehet színezni, hogy ahányszor jót tettél aznap, vagy imádkoztál, vagy sikerül lemondani valamiről, nem a tanulásról, hanem mondjuk a csokiról, vagy a tévéről, vagy a videóról, akkor nyugodtan kiszínezhettek egy-egy szirmot, és vasárnapról vasárnapra hozzátok vissza, és bízom benne, hogy akkor húsvétra ez a kis tövis korona teljesen kivirágzik a ti imádságaitoktól, a ti jó cselekedeteitektől. Most kérem a gyerekeket, hogy jöjjenek és kapnak egy-egy ilyen rajzot, jó?
kis virágot majd később is lehet majd még vinni, hogyha valakinek még nem jutott, akkor innen bátran vegyetek. Most a szentmise után akkor hambazást tesz, azokat várjuk, akik szeretnének. Nem voltak hambazó szerdán, és szeretnék ezt a bűnbánati cselekedetet megtenni. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével! A mai evangéliumban Jézust háromszor kísérti meg a sátán. Minket is gyakran érnek kísértések, de ahhoz, hogy ezeknek ellen tudjunk állni, a lelkünket kell edzeni. Erre szolgál a nagybőjti Szent 40 nap, hogy kevesebbet együnk, többet imádkozzunk, tegyünk jót másokkal, és ezáltal a lelkünk is egyre erősebbé válik. Fontos, hogy az életünkben helyére kerüljenek a legfőbb értékek, hogy a feleslegeset elhagyjuk, és az igazán fontosra tudjunk koncentrálni. Használjuk fel a nagybőjti szent időt arra, hogy Isten kapcsolatunkat ápoljuk, elhagyjuk mindazt, ami rossz az életünkben, a bűnbánatban megtisztulva aztán felszabadult lélekkel örömben ünnepelhessük Krisztus halálát és feltámadását, a húsvétot és ezzel a mi örök életünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!